A pásztor életet a fiatalok már csak hagyományőrző rendezvényeken ismerhetik meg. Muzs Janez Sötét Erzsébet és férje János igyekezett a leghitelesebb módon bemutatni. A zöldözéket, ahogy be tudjuk még mutatni, fölöltözünk, ahogy valamikor öltöztek föl, hát a főzést bemutassuk, és akkor még itten az ételt bemutassuk, hát legalább valaki tudjon valamit a régiről. Megnyitó beszédében Kudlik Zoltán tartományi művelődési segédtitkár a hagyomány megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Fontos, hogy megismerjék a felnövekvő generációk, illetve azok az emberek, akik végülis az állattartással, állattenyésztéssel nem foglalkoznak, hogy milyen hagyományai vannak ennek. Mert hát magyarsághoz, a magyar identitáshoz elég szoros kötődése van, mivel a magyarok, amikor a Kárpát-medencébe érkeztek, hát az első komolyabb foglalkozáshoz az állattartás volt. A rendezvényt a helybeli Rémusz Hagyományápolók Egyesülete szervezi. Fölkészítünk úgy, hogy meg vagyok elégedve, mert a 20-20 pár versenyző is van, ugyanúgy vannak kalácsminták is, két kategóriában édes és sós, pálinka szemle, gazdag kultúrműsorra, utána pedig lesznek valamennyi pásztorjátékok. A pásztornap nem múlhatott el birkapaprikás főző verseny nélkül. Birkapaprikák sokáig föl, úgyhogy türelem kell hozzá, nincsen gyorsára, mint ahogy a háziasszonyok szoktak, hogy fél óra egy orosz, kész az elvéléten, 3-4 oroszáig tart a főzés. A muzsaiak a telepítéstől kezdve hosszú éveken át kizárólag mezőgazdasággal foglalkoztak. A gyenge termőföld mellett a határ gazdag volt legelőkben. Amilyen állatot tartottak, az emberek kiadták tavasszal, a Szent György napján, április 24-én a legelőre, és egészen a beszaggatásig, Szent Márton napjáig, azaz november 11-ig legeltették a megbízottak, ugye a juhászok, kanászok, csordások, libapásztorok. Kiállításra mutatták be a pásztor életet, a tanyavilágot, a régi foglalkozásokat. Volt kerekostor csattogtatás, a gyerekek pedig állatokat simogathattak. A rendezvény szombat este juhászbállal zárul.